Szevasztok, kedves gőzlér barátaim! Hát ez a reggeli kávé parasztosan sokadik kiadása, amely általában egy nagyon hiteles dolog, hiszen én tényleg ilyenkor kortyolgatom el a reggeli kávémat, ami persze nem reggel van, hanem munkámból és életritmusomból adódóan kanadai idő szerint reggel, vagy keleti parti idő szerint reggel, ugyanis én rendszerint olyan 3-4 óráig dolgozom, már hajnali 3-4 óráig, és akkor ugye kelek 6-7-8 óra alvás után, így a késő délelőtti, nektek késő délelőtti órákban, és aztán utána legtöbb munkám az olyan este 6 óra, 7 óra, 8 óra környékén kezdődik, és utána még ezeknek ugye van utómunkája is. Szóval tök természetes az, hogy én ilyen hajnali órákban fekszem le. Ezért is van, hogy sok gőzlérparaszt videó régebben ezekben az időpontokban került ki, ma már időzítve vannak inkább azokban az időpontokban, amikor nektek is kényelmesebb. Szóval sok mindenen gondolkoztam az elmúlt időszakban, ami ebbe a videóba beleférhet. Lementem forgatni egyszer dühömben, erről már meséltem, a Móricz Zsigmond körtére. Fiatal e-cigarettázókat szerettem volna meginterjúvolni, lefilmezni. És két órán keresztül ott gevettem ezzel a kamerával a Móriczon. Mert ugye azt írta a cikk, hogy kapudrog az e-cigaretta a dohányzás felé. És a fiatalok ugye érdekesnek találják az e-cigarettát, kipróbálják, és akkor utána ők menthetetlenül nikotinfüggőkké válnak az e-cigaretta segítségével. De ezzel a két óra alatt én rengeteg dohányos tinédzsert, 20 éves fiatalt láttam. Láttam több IQOS-t szívó fiatalt és idősebb embert is. Mondjuk belőlük egy olyan fél tucatot legalább. Dohányos fiatalból meg hát 60-70-et. Egy cigarettázóból nagy nehezen találtam egy idősebb hölgyet, de hát őt nem akartam megszólítani, mert nem a korcsoport volt, pedig őt várt valakire, vele tudtam volna beszélgetni. Aztán végső elkeseredettségembe leültem egy bárba fiatalok közé, akik cigarettáztak, és akkor őket megkérdeztem arról, hogy hogyan szoktak rá a dohányzásra, és hogy milyen viszonyuk van az elektromos cigarettával. Az egész úgy indult, hogy a barátomnak volt egy bicikpipája, és akkor mindig átjártunk hozzá ilyen nikotinmentes kőben, bicikpipa hevített, és akkor ott a vízgőzzel, meg az átadott ilyen édesítőszerrel használtuk ezt az egészet. És csak így meg akartunk tanulni karikát, fújni vagy ilyen trükköket, és akkor hogy menőnek éreztünk magunkat, hogy ezt csináltuk. Ez így elindított az egészen, és onnan váltottam cigire. Én 8. év végén cigiztem először, de utána én egy ideig nem, és aztán valahogy így 9-es voltam, így fél év korom, amikor így egy kicsit így többet cigiztem, akkor így bulikban elkezdtem így többet cigizni, aztán de így megpróbáltam így tartani azt, hogy csak akkor, amikor esetleg így társaságban vagy bulizom, mert így nem annyira gondoltam ezt így jónak, meg hát nyilván nem egészséges. Aztán így, ahogy így egyre stresszesebb lett a suli, meg így sokáig vagyunk bent, és hogy így ezt így levezetni, és akkor így jó volt így próbák után így kimenni így a szünetben, és akkor így cigizni egyet, és akkor így valahogy így egyre többet cigiztem, és akkor így, hát így a múlt év súly vége felé kezdtem így rendszeresebben dohányozni, de utána abba hagytam, és akkor most, ahogy így elkezdődött a tanév, akkor volt egy ilyen rosszabb időszakom, és akkor így
jobban rászoktam. Hát nem mondom, hogy így rá vagyok függve, de inkább így azt mondanám, hogy így többet cigizek, mint amennyit kéne. Egy cigarettát te próbáltad előtte? Próbáltam, igen, de... Már a cigarettázás előtt? Nem. Én így közben, de így csak így másrészt, szóval én is sosem elcigiztem, úgyhogy az enyém. Neked az nem jött be? Nem, nekem miért? Az egyetem. Nem tudom, más érzés azért így az elcigi, mert tehát, hogy más feelingje van, és nekem az így nem jött be, inkább így maga a dohány. Neki tőled még nem kérdeztem, Máté, bocsánat, hogy neked miért nem jött be az elcigi? A elcigivel igazából az, hogy fogod a cigit, annak van egy sajátos érzés, hogy ott van a két ujjad között, vagy mindenkinek a saját módszerje, de hogy az, hogy te fogod és te abba beleszívsz, az teljesen más érzés, meg más mérete, mint egy rendes cigarettába szív. Vagy egy rendes cigi és egy elcigi között van egy különbség, egy teljesen más érzet. Hogy az, hogy fogsz egy ilyen nagy akkumulátort, annak nincs meg a feelingje. Meg én jobban szeretek a múltban élni, és a ciginek nagyobb története van. Aztán végül láttam egy vaporáló fiatal lány, de ő angolul beszélt és nagyon rohant. Ő pedig olyan 18 év környéki lehetett, és erre nem sikerült interjút készíteni. De hogy miért tartom ezt? Lehet, hogy Amerikában a Juul miatt valóban ott csináltak egy olyan kampányt, hogy sok fiatalt elértek, és ez a sok fiatal tényleg rákapott az elcigarettázásra, vagy zsúlozásra, hogy ott ezt mondták. Ez egy eléggé csúnya és gusztustalan kampány volt, én ezt elismerem. De alapvetően arról van szó, hogy ez a termék még mindig, hiába próbálják beállítani, hogy ez másról is szól már, ez a termék még mindig arról szól, és ez a csatorna is arról szól, hogy ez a vaporátorok világa a dohányos embereknek a mentőöve. Tehát ez azért lett kitalálva, és csak arra jó, hogy azok a rendkívül béna, akaratgyenge, orálisan fixált, nikotinfüggő társadalom hulladéka, mint én, meg ti, akik képtelenek a cigarettát úgy abba hagyni, hogy letettem, soha többet rá nem gyújtok, nem kell se tapasz, se rágó, se mágneses rezonancia, hókuszpók, semmi. Fogom, leteszem, mint ezt a csészét, és onnantól kezdve én élek boldogan, nem nikotinfüggőként. Azoknak ez egy óriási segítség. És mivel független kutatóintézetek több helyen többször bebizonyították, hogy nem rákkeltő, 95%-kal kevésbé káros, mint a dohányzás. Innentől kezdve nekem a WHO parancsra ne gyártson hazug dokumentumokat arról, hogy mennyire káros az e-cigaretta. Tehát tudom azt, hogy közel 10 éve jobban vagyok attól, hogy elektromos cigarettát használok, hogy nem robban a kezemben föl az akkumulátor, hogy nem vizesedik a tüdőm, és sokkal jobban érzem magamat. De mégsem értelmetlen nekik ezzel riogatni az embereket, hiszen ezzel vissza tudják szorítani ugye az elcigarettázásnak a terjedését. És éppen tegnap jártam a Nikotin stúdióban, Nagy Tétényben, ahol a Nemzet metronómia, Gerdes és Faszi Ferenc, a Quimby dobosa, Marlboro Man, Üllői úti fak, sok helyen láthattátok ezt a nagyszerű dobost, és barátja Selmeci Péter veszi föl progresszív zenei közös koprodukcióikat, a Smokefish lemezeket, akik szeretik az ilyen zenéket, fönn van a Bandcampen, ajánlom, rendkívül jó muzsikák, és ott forgathattam egy új krautrock lemez készülésekor. Ezt a stúdiót azért hívják Nikotin stúdiónak, No Man as No Man, mert Selmeci Bastard Péter lánc dohányos, és ez a remek zeneszerző, ez a kiváló zenész, ez tényleg ott barátait sem kímélve otthonában szívja a cigarettákat egymás után, és hát én is úgy jöttem haza, persze én ezt a kockázatot vállaltam, hogy még mindenem azóta is dohányszagú. Na most, előtt ott volt egy kis lehetőségünk beszélgetni, Bastard is próbálkozott korábban vépeléssel,
vett is valami ego szettet, valami nagyon kis gyenge kazánnal, és azt mesélte, hogy reggel gyújtott rá cigarettára, napközben vépelt, és este gyújtott rá cigarettára, és maga Gerdes és Ferenc is azt mondta, hogy hát fantasztikusak voltak azok az idők, mert nem kellett ott rengeteg cigaretta füstöt beszívniuk, és nem büdösen mentek haza, és ezt ugye élvezték azt az időszakot. De hát aztán valaki, akinek a véleményére Bastard igencsak ad, azt mondta, hogy hát figyelj, ez ugyanolyan hülyeség, mint a cigaretta, és hogy ennek semmi értelme sincs, és akkor Bastard abba hagyta ez a, ezzel való vacakolást, ugye, mert a legtöbb ember az tényleg úgy nem nagyon szeret ezzel vacakolni, nem olyanok, mint ti kedves csatornalakók, akik képesek vagytok arra, hogy fölmentek az internetre, milyen vlogokat néztek, mint ez is. Tudjátok, hogy a Google-on információkat szerezhettek, tehát van, akit azért ennyire mélységében nem izgat a dolog, hanem elhiszi azt, amit mond a média, elhiszi azt, amit mond egy számára kedves ember, legyen az egy barát, az édesanyja, a főnöke, akármi, vagy amit olvas az újságban, lát a televízióban, hogy hú, hát ez is káros, meg mennyivel károsabb, meg hú. És akkor ezt a sok maszlagot beszopja, és ezzel elérték a dohánygyárak, a gyógyszeripar azt, hogy ez a dolog ne terjedjen jól Magyarországon. Forgatás előtt volt lehetőségem Bastardnak bemutatni ezeket az eszközöket, elmostam szépen a drip tippeket, és belekóstolt sorba a Kajfumba, a Cthulhuba, és hát látnotok kellett volna az arcát, sajnos nem voltam elég gyors, hogy előkapjak egy kamerát és fölvegyem azokat a jeleneteket, hogy az eddig az egóval és ilyen Helix cuccal kísérletező zenész, az mekkora hátas dobott attól, amikor beleszívott ebbe a dohánykivonatos. Drake's volt tegnap a Kajfunomba aromába, amikor a Cthulhuból megkóstolt valami más ilyen MTL-es dohányos élményt, abban azt hiszem Red Tobacco volt, és azt mondta, hogy hát ő ilyet eddig még nem érzett soha az egóból, és hogy ő most sürgősen segítsek neki valami nagyon jó szettet keresni, hát ő persze porlasztost akar, ami ilyen eldobható porlasztos, mert nem akar vacakolni a tekerésekkel, tehát ez is ugye a mi hobbinknak, a mi szenvedélyünknek egy kicsit a megnehezítő faktora, hogy azért itt nem az van, hogy rágyújtasz és elszívott, hanem azzal, ezért, tehát ezzel törődni kell. De minden esetre, hogyha valaki segítséget kapna, tehát ha lennének Magyarországon szakboltok, szaküzletek, ahol megadják azt a segítséget, mint korábban 2014 előtt megadták, akkor tényleg sokkal, de sokkal több dohányos életét lehetne megmenteni, de hát ugye pontosan az ellenkező irányba mozdul minden, és ez rendkívüli módon elkeserítő. Most a fiatalokra visszakanyarodva, miért nem hiszem el azt, hogy egy fiatal hamarabb rászakik az e-cigarettára, és akkor onnan lesz ugye nikotinfüggés, utána cigarettázni fog, hát több okból kifolyólag. Ahogy mikor Bastardtól hazajöttem, olyan büdös voltam, mint egy állat. Tehát az a fiatal, aki először elkezd e-cigarettázni, utána belekóstol egy valódi cigarettába, hát nem hiszem el, hogy más véleményt tudna mondani, mint az, hogy ez egy ipari hulladéktelep, hogy ez rendkívül büdös, kellemetlen, éget, rossz íze van, éget papír íze van, és tehát egyszerűen nem hiszem el azt, hogy valaki számára minőségi változás lenne az e-cigarettáról a cigaretta, fordítva nagyon is az. De egyrészt ezt nem hiszem el. Akkor a másik felem. Azt nem hiszem el, hogy egy fiatalnak van pénze egy induló szett megvásárlására, már pedig akiket látok fiatalokat vépelni, hát azok még nekem is nyálcsorgatós kulákmodokkal és hatalmas nagy DL kazánokkal nyomják, amely biztos, hogy nem 10 000 forintba került. Mennyivel egyszerűbb megvenni egy doboz cigarettát, vagy kérni a havertól egy szálat, tehát sokkal egyszerűbben szoknak rá így a tinédzserek, és amennyire én is ott beszélgettem ezekkel a fiatalokkal, hát 13-14 éves korukban szoknak rá a gyerekek a dohányzásra. És nem az, hogy kipróbálják az első szál cigarettát, lesznek nikotinfüggők, lesznek buliban egy-két dobozt elszívók. Én sem szeretném, hogyha a gyerekeim elcigarettáznának, de még jobban nem szeretném, hogy dohányozzanak. És szerintem a tendencia az igenis az, hogy amikor apuanyó, ha megtudja, hogy a 16-17 éves gyermek masszívan dohányzik, és költi erre a pénzt, akkor egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt az egészségük védelme érdekében
azt mondja, hogy fiam, itt van 30 ezer forint, gyere, menjünk le a nemzeti dohányboltba, vásárolok neked egy e-cigarettát, inkább azt szívjad, mint a cigarettát, mert abba belehalhatsz, az e-cigarettába meg nem. Na hát ezért kellett ugye gyártani ezeket a dezinformációkat, hazugságokat, ugye, de hát az e-cigarettába is bele lehet halni, meg mennyi fiatal belehalt, ugye, és tehát ahogy köztudott, hogy ez ugye a pancsolt drogok miatt történt, és nem pedig a e-cigaretta káros mi volt, amiatt ezért hát ez a kampány is végül befutcsolt, de az tény, hogy Magyarországon nagyon tudják lassítani az e-cigaretta terjedését, és ha a dohányosokra gondolunk, akkor tényleg nagyon jó lenne az, hogy minél több embert életét mentsük meg ezzel, mert rettentő módon szörnyű látni azt, hogy hány fiatal és hány idősebb ember dohányzik, és hogy mennyi és mennyi ember fog belehalni ebbe az elkövetkezendő időszakban. Ameddig a fűtkerek mindig lesznek véperek, köszönöm, hogy együtt ihattam meg veletek a reggeli kávémat, és bízom abban, hogy nem sokára újra találkozunk. Egy újabb kis karácsonyi felhívással készülök felétek, ne aggódjatok, most nem kell küldeni videót, viszont aki szeretné elmondani a nagyvilágnak azt, hogy mennyivel jobban érzi magát, amióta vépel, mit adott neki az e-cigaretta, ez egy rövid, 1-2 perces videóban most is megteheti, küldjétek el a gözdérparaszt@gmail.com címre, mert készül a második rész, már érkeztek hozzá a videók, azokat így is köszönöm, ezúton is köszönöm, és bízunk benne, hogy a következő rész is nagyon sok olyan emberhez eljut, akik gondolkoznak azon, hogy a dohányzást vépelésre cseréljék-e, és eljut azokhoz a döntéshozókhoz is, akik negatívan befolyásolták eddig az e-cigaretta terjedését, és talán ebből majd rájönnek arra, hogy egy életmentő eszközt, egy életmentő alternatívát nem kellene az agyakba tiporni, hanem éppen ez óriási segítség lenne sokaknak, akik nem tudnak a dohányzástól megszabadulni, csak így. Ameddig a földkerek, mindig lesznek képen. Sziasztok! A végére teljesen kinyit a kávé.